gyógypedagógiai lehetőségek, kihívások a gyakorlatban. Ezt a nevet viselte az a szakmai konferencia, amely valóban a jó gyakorlatok egymás közötti megosztását igyekezett elősegíteni, miközben a pedagógus társadalomban teremt párbeszédet a témában, hiszen a kor kihívásaihoz hozzá tartozik, hogy heterogén osztályokban épp úgy vannak egészséges és tehetséges diákok, mint tanulási nehézségekkel küszködők vagy enyhén sérült tanulók. Ezzel kell megbirkóznia a mai pedagógus társadalomnak. Pedagógus képzésünkben a disziplinákon beemeljük az ehhez kapcsolódó speciális ismeretanyagot, képesekké szeretnénk tenni a hallgatóinkat a folyamatos és értő párbeszédre, többek között a gyógypedagógusokkal is. Túl vagyunk már azon, hogy csak interdisziplinárisan, interkulturális szempontból elemezzük a két témát, a jó gyakorlatok kötik össze már mindkettő területet. Tisztában vagyunk mi többségi pedagógusok azzal, hogy a tanulási spektrum, a tanulási diverzitás jelen van, a hétköznapokban szembesülünk ezzel, és alkalmazkodunk is. Tehát a gyakorlatban a tervezési szempontjaink is tulajdonképpen az egyidejűséget és a többirányúságot követik. De ezek az együttlétek, én azt gondolom, hogy mindkét területet kölcsönösen erősítik. Ma már egészen más szociokulturális környezetben nőnek fel a gyermekek, így az új generációk egyre heterogénabb és sajátosabb gondolkodását nagyon nehéz követni. Ezért igyekszik az agykutatás ezen a területen is új felfedezésekkel segíteni a pedagógusok munkáját. Egy biztos, az egyik legfontosabb alapvetés az egyénre szabott foglalkozás. Ettől lesznek igazán hatékonyak a gyógypedagógiai módszerek. Ezt nem lehet általánosítani, hogy azért, mert van egy jó gyakorlat, azt mindenhol beválik, és mindenki fogja tudni hasznosítani. Itt nagyon fontos az egyéni bánásmód, és pont ezért az egyénre szabott, differenciált jó gyakorlatnak a megtalálása. Itt a konferencián például egy nagyon fontos téma lesz az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek, és az ő oktatásban való részvételük és a megsegítésük, és hát reméljük, hogy dr. Havasi Ágnestől pont erre kapunk egy útmutatást, hogy hogyan lehet a gyakorlatban ezeket a gyerekeket jól tanítani. A célcsoportnak kijelölt jársági és térségek köznevelési intézményeiben dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok, pedagógiai szakszolgálatok munkatársai az előadások mellett megtekinthették Matécsa Marietta festő és Deák Ferenc szájjal-lábbal festő páros kiállítását. A két alkotó munkásságát és kvalitásait Fazakas Réka művészettörténész méltatta. A két alkotó mindig felfelé tekint, mindig az élet jó oldalát képesek meglátni.